Szia! Nagy szeretettel köszöntelek a kurzusomban. Örülök, hogy itt vagy. Először is nézzük azt, hogy kinek szól ez a kurzus. Bizonyára tudod már, hogyha ide jöttél, de azért fussunk át rajta, hogyha saját vállalkozásod van, vagy ilyen ambícióid vannak, hogyha úgy érzed, hogy kezd kifolyni a kezedből az idő, hogyha úgy érzed, hogy nincs időd már kreatívnak lenni, vagy hogyha úgy érzed, hogy folyamatosan elfoglalt vagy, de mégsem érzed a nap végén, hogy elég hasznos dolgot csináltál volna. Ha ezek jellemzőek rád, akkor valószínűleg fogsz tudni valamit tanulni ebből a kurzusból. Miről is lesz szó? A kurzusból megtudhatod, hogy hogyan legyen tudatosabb az időbeosztásoddal kapcsolatban. A hatékonyságnak, a produktivitásnak nem az a lényege, hogy minél több dolgot csinálj meg, hanem az, hogy amit csinálsz, az hasznosnak érezd. Legyen ez akár munka, akár kikapcsolódás. Szintén megtudhatod a kurzusból, hogy hogyan tartsd kézben a teendőid, hogy hogy hozd ki a legtöbbet az idődből, úgy, hogy közben jól érezd magad, és hogy hasznosnak érezd, amit csinálsz. Illetve az egyik legfontosabb, hogy legyél újra szabad és kreatív. Meg fogod tanulni, hogy hogyan szállj több időt olyan dolgokra, amit igazán fontosnak gondolsz, hogy hogyan tudsz fókuszáltabban, hatékonyabban dolgozni, és hogy hogyan tudsz jobban gazdálkodni az időddel az élet minden területén. Röviden bemutatkozom, elmondom, hogy ki vagyok én, és miért gondolom azt, hogy tudok neked segíteni. Ugye az életben mindenki számtalan szerepben van jelen. Ez az én esetemben is így van. Egyrészt vállalkozó vagyok. Az életem során több vállalkozást indítottam már, ezek közül valami sikeres lett, és valamiből nem lett semmi. Az egyik vállalkozás, ami sikeres lett, és amit mai napig csinálok, és az egyik fő tevékenységem, az az ünnökségem, a Tasnádi, ahol kkv knak tervezünk márka stratégiát, arculatokat és digitális felületeket. Itt, mint cégvezető vagyok jelen, és mint brand tanácsadó. Tehát ez már rögtön két szerep. Ezen kívül van egy vállalkozás, a BookKipi, ez egy barátomnak a startupja, ahol a nemzetközi üzlet, üzletfejlesztésért felelek. És ezen kívül persze jelen vagyok az életben családtakként, ugye a szüleimnek gyermekeként, a, a testvéremnek bátyaként, jelen vagyok a barátaimnak a, a barátjaként, és, és hát ugye a barátnőmnek pedig a párjaként. És ezekben a szerepekben mind-mind meg kell felállni. Nem vagyok különleges, nincsen több időm, mint neked. Uh, egyszerűen kialakítottam olyan rendszereket, amik segítenek abban, hogy ebben a sok szerepben mindhelyt tudjak állni. Nagyon sok produktivitás uh, témájú cikket olvastam, podcastet hallgattam, videót néztem, és uh, legfőképpen személyes gyakorlati tapasztalatot szereztem. Ahogy mondtam, az a lényeg, hogy olyan elveket és, uh, és rendszereket alkalmaz, és ezeket következetesen használd, uh, amik segíteni fognak abban, hogy tényleg arra szánd az időt, ami fontos neked. A tervezés az ilyen értelemben felszabadít. Hogyha előre tudod azt, hogy mikor, mit és hogyan kell csinálnod, akkor nem megy el azzal az időt, hogy ezeken gondolkozzál, hanem rendszerezetten tudsz dolgozni, már eleve meg lesznek azok az információk, amik segítenek abban, hogy elvégezd a szükséges feladatot, vagy azt csináld, amit éppen szeretnél és így az idő nagyobb részét megvalósítással tölteni, illetve arra tudsz koncentrálni, amit éppen csinálsz, legyen az munka vagy magánélet. A kurzus a következőképpen épül fel. Két nagy részre lesz osztva, elméleti részre és gyakorlati részre. Az elméleti részben elveket és mindsetbeli dolgokat fogok elmondani, amik segítenek egy képet kialakítani arról, hogy hogyan érdemes az időbeosztásodról gondolkodni. A gyakorlati részben pedig konkrét módszereket és konkrét eszközöket fogok bemutatni, elmondom azt, hogy ezeket én hogyan használom és hogy hogyan tudnád te is hasznosítani. Úgyhogy vágjunk is bele!